Hát ez így van, így van. Ez nyilván egy olyan akadály, amit pluszként kell majd venni. De még lesz ilyen. Hát azt is beharangozták már, hogy az ország nehéz helyzetére való tekintettel, amit az önben a mostani kormány idézett elő, hát a pártoknak is le kell mondani az állami támogatásról. Tehát az állami támogatás csapját is el fogják zárni. Nekem nem nagyon van e felől kétségem, hogy ettől valami visszatartaná mondjuk a személyem Orbánékat. A DK-t ez mondjuk kevésbé érinti hátrányosan, mert nekünk csak a tagdíjakból van bevételünk, mert nem kapunk állami támogatást. És akkor még ott vannak az ilyen típusú megjegyzések. Az elmúlt hét egyik címmondata volt ez, hogy hát a jó Isten mentsen meg minket, hogy azon kelljen gondolkodni, de ezek szerint, ha már ez a mondat elhangzott, mégiscsak gondolkodott ezen a miniszterelnök, hogy csak nehogy ezen kelljen gondolkodni, hogy itt a demokrácia helyett valami más kelljen kitalálni az országban. Ön szerint ismeri annyira Orbán Viktort, ez egy komoly mondat, vagy egy olyan gumicsont, amiről most például Debreceni és Kálmán jót beszélget? Hát ez a hét vicce volt az én számomra. Véletlenül láttam, hogy egy volt SZDSZ-es politikus is hogyan szörnyűködött ezen, hogy ilyet hogy lehet mondani. Hát Orbán Viktor ezt már megcsinálta. Hát a demokratikus jogállam az már régen nem működik Magyarországon. A demokrácia első számú ismérve, hogy hatalommegosztás van, hogy a kormányzati főhatalom birtokosainak a mozgásterét, a legkülönfélébb közintézmények, az Alkotmánybíróságtól, a igazságszolgáltatásig, a független bíróságig és a médiahatóságtól, a gazdasági versenyhivatalig, állami számvevőszék, több mint egy tucat ezeknek a száma. Hát Orbán mindenhova a saját emberét ültette, tehát tulajdonképpen egy ilyen autokratikus üzemmódba kapcsolta ezt az intézményrendszert. A másik elemi ismérve pedig az a demokráciának, ahogy Bibó mondja, hogy a nép abban a helyzetben van, hogy jogszerű körülmények között normális módon megszabadulhat a neki nem tetsző kormányzattól. Hát a másik pedig, amit itt az előbb felsoroltam, ezeket az intézkedéseket, csak a választójogi törvényre vonatkozóan, hát minden törekvése arra irányul Orbán Viktornak, hogy kiiktassa ezt a lehetőséget. Hát nem, de hát ezt nem én mondom most már szerencsére csak, hát a nyugati sajtó, sőt, európai politikai körök, nem csak a magyar ellenzék, hogy ez egy autokratikus berendezkedés. Diktatúráról nyilván nem beszélhetünk, mert az, hogy nem, keményebb eszközöket alkalmaz. Van valami hatása az ilyen típusú kritikáknak? Nincs. Hát arra gondol, hogy Orbán Viktor nem szégyeli el magát, és nem mond le a nem arra gondoltam, hogy mondjon le Orbán Viktor, arra gondoltam, hogy akár a médiatörvény, akár az összes kötelezettségszegési eljárás kapcsán felvetett témák, a Velencei Bizottság kritikái, az Európa Tanács kritikái, hát érezte az bármelyik kormányzati politikus kommunikációjából, hogy ezt elkapkodtuk, megfontoljuk, hát ezt elrontottuk. Nem szerettem volna a helyükbe lenni, amikor magyarázni kellett ezt a gyalázatos bizonyítványt, akár a médiatörvényt. Nem magyarázkodott nagyon senki, elvtelen támadás, megtámadtak minket. Ez a válság is, ez Brüsszelről szól, most hát mondta Orbán. Komoly ember ilyet nyilván nem mondhat komolyan. Az én számomra az egyik legkellemesebb meglepetés, ahogyan a nyugati szabad sajtó szüntelenül ostorozza, leleplezi, kritikával, megsemmisítő kritikával illeti a Orbán rezsimet, a másik pedig, hogy az európai uniós intézmények is bizony, hát a kötelességi szegési eljárástól kezdve mindenféle nagyon komoly eljárásokat folytatnak Magyarország ellen. Egy elszigetelt, lejáratott kormányzat vergődik ilyen értelemben. A nemzetközi környezet azért az meghatározó, nem csak gazdaságilag, hanem politikailag is. Úgyhogy ezeknek szerintem van jelentőségük, és hát előbb-utóbb beérik ez a dolog. Az átlag magyar választó nyilván nem kapott a szívéhez 2010 nyarára, mert addigra nagyjából lehetett látni, hogy mi történik a magyar köztársasággal, de amikor ezek összekapcsolódnak az anyagi vonatkozásokkal, meg azzal, hogy Simicska ugye 2 milliárdos osztalékot vesz ki a cégeiből, meg hogy a miniszterelnök lányának, az udvarlójának a testvére nyeri a földpályázatokat, meg a Puskás Akadémia elnöke, és így tovább, és így tovább. Ezek összeállnak. Én egyre biztosabb vagyok abban, hogy itt 2014-ben óriási vereséget fognak szenvedni. Tehát nekünk fél ázsiai népségnek, szerzeménynek, meg hát az erő kell. Ez is a hét vicce volt? Igen, hát nem vissza. Ezt... Nem, de a fél ázsiai, ezt mindenki vitassa meg.
Hát ezt vállalhatjuk. Magával, vagy akárkivel, de az, hogy az erő kell, és az díjazzák az emberek, már ezért egy írott nagyon súlyos kritika ért már, hogy mi mennyire az erőre támaszkodunk, és ez genetikailag van éj vagy megszokásból, szóval ezen nem szabad elmélkedni, de hát a miniszterelnöknek ebben nincs igaza, hogy az embereknek az kell, hogy ki tud erőt felmutatni, na majd az akkor megcsinálja, majd elintézi a dolgaikat. Ebben jelentős mértékben igaza van. Hát egyrészt, hogy mondjam, a magyarság eredetét tekintve Ázsia felől érkeztünk. Az európai, hogy mondjam, piacgazdasági viszonyok között való élni tudás, vagy a demokrácia intézményei való élni tudás terén se mutattunk hát annyi erényt, mint mondjuk a skandinávok. Tehát ilyen szempontból igaza van Orbán Viktornak. Az a nagyon szomorú helyzet, hogy egy ilyen, fogadjuk el, egy ilyen félig meddig ázsiai népségnek egy egészen ázsiai vezetőt sikerült választani 2010-ben, aki szögesen szembe megy mindazzal, ami euró. Ezt mondja is nyíltan, hogy Európa válságban van, és az nem a mi útunk, és így tovább. Ez a Brüsszel válság, és nem a mi válságunk. Hát akkor mi fél ázsiaiak, majd még megfontoljuk, hogy mit csinálunk 2014-ig. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Mindjárt folytatjuk a reklám után, maradjanak velünk, hiszen súlyos-súlyos zsebbevágó kérdésekről lesz szó. Arról, hogy vajon mennyi is az annyi a keresetünket, illetően a GKI legfrissebb kutatását mondja majd Molnár László el, aztán Draskovics Tibor volt pénzügyminiszter, pedig megmondja azt, hogy egyébként mit kellene csinálni ahhoz, hogy ne annyi legyen az annyi, hanem jóval több, ami a zsebünkben marad. Várom önöket a reklám után.